Szia, köszöntelek a csatornámon. Most, amiről szeretnék beszélni, az egy eléggé komoly téma, és úgy gondolom, hogy kell róla beszélni. Az pedig nem más, mint az utóbbi időbe, az utóbbi évekbe megfogalmazódott az bennem, hogy mi lehet a baj a világgal. És egy kicsit így néha mélyen el szoktam gondolkozni, és egy kicsit szeretném összehasonlítani azt, hogy az én időmbe hogy lettem én egyéniség, majd fogok mondani egy javaslatot is, hogy én mit gondolok, hogy mit kéne a mai fiataloknak kezdeni az élettel, és hogy egy kicsit más szemmel lássák a világot, stb. Ez az első ilyen dolog, amiről szeretnék beszélni nektek, amit szomorúnak tartok, az pedig nem más, hogy az én időmben, amikor hülye gyerekek voltak, ugye 94-es születési vagyok, körülbelül a 30% a hülye gyerek. Na most, a 30%-ba abban van olyan is, aki tőle mondjuk pár évben idősebb, csak mondjuk az arányokat szerintem kurvára nem mindegy a mai világban, hogy most 30% hülye gyerek van, vagy van, most mondok egy példát, 70% hülye gyerek, ma az arányok nem mindegyek, és erre is most szeretnék példákat hozni. Na mi volt az én időmben? Az én időmben az volt, hogy általános iskolás voltam, először arról beszélek, kitalálta az egyik fiú osztálytársam, hogy biológia tanárnőnk óra után természetesen oda ment hozzá, és akkor ezt a viccet így nagy karakánon előadva, hogy ez mekkora poén lenne, kitalálta, hogy van a faszappan, meg van a szomat, vagy a mosogatógép kocka, és akkor hogy összerokja a kettőt, fa plusz szomat, fa szomat. Tehát és akkor így tanárnői nézett, hogy hát kisfiam, hát nem kéne ilyen csúnyán beszélni, stb. És akkor teljesen le volt döbbenve az illető, hogy hát hogy azért a tanár, hogy most nem érti a point, meg stb. Tehát én úgy gondolom, hogy azért egy, főleg azért egy kétszer, vagy több mint mondjuk két és félszer olyan idős nőnek mondjuk meg kéne adni a tiszteletet, ez az egyik dolog. Aztán mi a másik dolog? Ugyanúgy általános iskolás voltam, ugye édesapám vásárolt 2005-ben, mert ugye nyilván csináltam az Opel Rekordról egy videót, hogy hogy lett az Opel Rekordból Audi A8, és akkor mindegy, én nagyon sokat ugye az évek alatt segítettem neki ilyen úgynevezett idézőjelben segédmunkásként ugye szerelni, meg más dolgokba, amiben tudott az ember, és mondjuk gyerekként helytállt, de mégis tudjátok azt, hogy volt az embernek érdeklődés, és akkor kitalálta a hülye gyerek, hogy hát, hogy ő nem hiszi el, hogy az Audiban a V8-as motor van, mert hogy a Formula 1-ben, tehát a Formula 1-ben használnak V8-as, meg V10, meg V12-es motorokat. Tehát ilyen szinten sötétek az emberek, ez az egyik része. A másik része, amiről szeretnék beszélni, hogy aztán középiskolában nagyon sok olyan illető van, akinek nem tartottam a kapcsolatot velük, mert megvan az oka, én nem akarok ilyen közösséghez tartozni. Tehát nem tudom, hogy most ezt még kéne annyira túl dramatizálni, arról nem is beszélve, hogy annak idején, amikor én általános iskolás voltam, voltak előszeretette olyan fősőbb, tehát 5-6-od, 7-ed, 8-dik évfolyamról beszélek, amikor lebukdostak hozzánk, és akkor egy hülye gyerek volt, egy börtöntöltelék volt, arról nem is beszélve, hogy csinálta, most megint mondok egy példát, csinálta az ember az üzleteit, és akkor belebukott, mert gyakorlatilag elkapták a rendőrök, és akkor körülbelül volt egy pár hónapig börtönbe, kiengedték, aztán utána megint csinált valamit vissza, tehát ilyen visszajáró vendég volt gyerekként is, és azt akarom ebben mondani, hogy akkor is voltak fiatalkorúak börtönnek, tehát azért ez nem egészen így működött akkor se, hogy te nem csinálsz, vagy hogyha te csinálsz valamit, akkor mert hogy amíg én nem vagyok nagykorú, és akkor hogy stb. Tehát azért ott is voltak felelősségre vonások, és nyilván olyan szinten, hogy mivel nyilván azért gyerekről beszélünk, és gyereknek az akkori telefonjait lopkodta, nyilván a rendőrség meg bemérte, most mondom, ez megint egy példa, amit elmesélek, és meg lett a következménye. Tehát azért én úgy gondolom, hogy egy komoly gondolkozással nem egy ilyen jövőt épít fel az ember. Aztán menjünk tovább. Amiről itt még szeretnék beszélni, hogy
középiskolában volt rengeteg olyan hülye gyerek, tehát az én korosztályomban, vagy akár fiatalabbak, hogy csinálta a hülyeségeit, és akkor például megint mondok egy példát. Az egyik osztálytársam kitalálta ezt a jó viccből, meg poénból, hogy feljelentelek, és akkor így megkérdezte az egyik tanár úr, aki egy kicsit karakánabb volt, és beleállt a dolgokba, hogy te tudod, hogy ez mit jelent? És akkor így ugye nagy ledöbbenés, aztán utána mentegetőzött, meg stb. Szóval nem lett jó belőle, meg arról nem is beszélve, hogy leégették magukat azokat az emberek, és mondjuk most magammal összehasonlítva, én úgy gondolom, hogy az panaszkodik, aki olyan életet él, hogy nem jut egyre a kettőre. Na most én lassan, de biztosan fejlődök. Most nem csak itt a YouTube-ra gondolok, hanem az életbe, tudjátok, más dolgokra is értem ezt, és higgyétek el, hogy rohadtul nem mindegy, hogy te tudsz valamit kezdeni az életed, de a kezedbe veszed az irányítást, vagy pedig kellő, tengesz-lengesz, és nem csinálsz semmit, és leszarod az egészet, meg hogy nehogy már téged kioktassanak. Aztán a következő példára értem, hogy mi volt még az én időmben. Az én időmben akkor azt is el szeretném nektek mesélni, hogy volt olyan dolog, hogy gyakorlatilag az általános iskolában az osztálytárs, vagy amikor én voltam tinédzser, akkor ugye most ugye, mert ez a videó ez arról szól, hogy mondjuk én 94-esként, és a 2000-től született gyerekeknek ugye főleg ez a problémájuk, tehát ugye a most tiniknek, meg ugye a 20, tehát a 20-as éveibe járó fiatalokra gondolok itt, akiknél ez főleg probléma, és pofon egyszerű. Én nekem az apámtól kaptam egy ilyen Sony Ericsson K550i-t, egy 2 megapixeles kamera volt, akkor gyakorlatilag nagyon kevés, tehát főleg névjegyeket, SMS-ezni, hívni tudtál vele. A videórögzítés is egy eléggé gagyara volt, tehát nem egy komoly mai technika, tehát összesen lehet a mai okostelefonokkal, meg a mai hagyományos nyomógombos készülékekkel hasonlítani. És volt egy 2000 forint, amit minden hónapban az apám rátöltött a telefonra, tudjak hívni, tudjak SMS-ezni. Ha én mondjuk mondok egy példát, én 20 perc alatt elbasztam az egyenlegemet, tehát mondjuk hívásra, hogy mondjuk egy kis csajt főhívtam, akkor egy hónapig kellett várni, mert nem töltött rá az apám, meg tehát rá volt az ember valamilyen szinten kényszerítve, hogy beossza a dolgokat, itt arról beszélek. És visszatérve, tehát hogy volt nyilván persze, hogyha baj volt, akkor volt ez a kettős kereszt gomb, vagy a csillag, azt hiszem, amikor főleg ez volt ez a, ki emlékszik erre az időszakra, ez a visszahívásos dolog, és akkor az abból állt, hogy mit tudom én, hogyha baj volt, akkor szóltam az apámnak, hogy egy visszahívást kértem, és akkor visszahívott gyakorlatilag aztán ennyi. De hogyha tényleg, hogyha baj volt, tehát hogy azt meg lehetett oldani, vagy hogyha mondjuk olyan dologba kellett, hogy telefont igényelt, és akkor visszahívtam, akkor amikor tudott, akkor visszahívott, vagy az anyám, és nem volt ilyen, hogy én visszapofázzak a szülőnek, meg arról nem is beszélve, hogy ahhoz, hogy én mondjuk letudjak, mert ugye a címben ezt is látjátok, hogy az én időmben a Commodore 24, ugye a számítógép, akkor volt a PlayStation 1, akkor volt a Pentium 2-es gépek, és mondjuk én a eredeti Carmageddonnal, vagy a Carmageddon 2-vel, tehát én nekem ki kellett érdemelnem, tehát ezt arra értem, hogy vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, tehát vasárnaptól csütörtökig végig kellett az egészet tanulnom, és akkor volt egy péntekem, meg egy szombatom, hogy leüljek játszani, vagy például mondjuk elmentem Atkára egy másik család résszel horgászni, tehát én nekem a szabadidőm az csak péntekből, meg a szombatból állt. Tehát akkor nyilván pénteken hazajött az ember az iskolából, és akkor nem várta ezt a szülő, hogy azonnal neki eljön tanulni. Tehát volt egy péntek fél napom, mert mondjuk, hogyha déltől nézem, meg volt egy szombat teljes napom, hogy ahhoz, hogy én relaxáljak, kikapcsolódjak,
szabadidős tevékenység. Tehát meg volt az itt szabva, de már vasárnap, amint fölkelt az ember, oda kellett ülni tanulni. Meg arról nem is beszélve, hogy még itt az én időmre visszatérve, hogy volt egy példa, most megint mondanám ez a 2000 után született korosztály, hogy most megint mondok egy példát rá, hogy mi volt az én időmben. Na most volt egy kislány, és ez közeli ismerőse történt. 96 ezer forintos, tehát itt 2014-15-ről beszélünk. 96 ezer forintos, azt hiszem, vagy 96 vagy 98 ezer forintos telefonszámlát csinálta a hát ugye előfizetéses volt a szolgáltatás, és azért, mert ilyen játékokat vásárolt a nagy iPhone-on, és akkor amikor a szülők így megkapták így az értesítést így a Telekomtól, hogy 98 ezer forintos csak a lánynak a telefonszámlája, akkor így apuka meg anyuka le volt döbbenve. Én meg erre azt mondom, hogy egy jó szülő, az körültekintő, és nem is órahosszákat, de azért egy 5-10 percet megkérdez egy telefonos ügyintézőtől, hogy ha ilyen készüléket vásárol, hogy esetleg azon kívül, hogy nyilván itt a költségekről beszélek, hogy esetleg, hogy ugye ne legyen probléma, tehát tájékozódik itt, erről beszélek. Na most azért a mai szülők, én ahogy elnézem, és nem akarok tényleg senkit megbántani, de nagyon sok esetben nem gyereknevelésről van szó, meg nem arról van szó, hogy foglalkoznak a maga módján. Na most én azt kell, hogy mondjam nektek, még itt az én időmre visszatérve, hogy én nekem egyszer, tehát amint betöltöttem a 18 éves életkort, elmondta az apám, meg elmondta az anyám, hogy semmi probléma, betöltöttem, nagykorú vagyok, felnőtt ember vagyok, ha valamit csinálok, tehát valami rendőrségi ügyet, vagy bármit, akkor vállaljam a következményeit, egy, kettő, vállaljam azt is, hogy én azt az ügyvédet, vagy bármi dolgot, ami ebben kapcsolatos, azt a saját összegemből finanszírozom. Mert ugyanis ők nem keveset tettek. Jó, 1999-ben elváltak a szüleim, én nekem mindkét szülőm bak, egy eléggé magának való, és a mai napig bizonyítanom kell sok mindenben, hogy igazam van, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy a szüleim neveltek, én amellett nagyon sok embernek köszönhetek, nagyon sok férfinak és nőnek, és nem csak azért, hogy itt vagyok a YouTube-on, hanem hogy egyrészt magamnak is köszönhetek, mert nem féltem kérdezni valamivel kapcsolatba, és ez így kialakult, azt akarom ebben mondani, de ezért tenni kell. És az a baj, hogy majd azt is el fogom mondani, hogy én mit tudok a mai fiataloknak javasolni, az pedig nem más, hogy egy kicsit fejbe kéne eldönteni. Tehát én úgy gondolom, hogy a szülő a lehetőséget odaadja a kezedbe, de neked kell tudni élni. Tehát én olyan emberektől tanultam, ott volt a példa előttem, spanglisztak, hiszákos volt, életművész volt, hogyha én ahhoz akartam volna tartozni, akkor ahhoz tartoztam volna, és a mai napig rendőrségi ügyeim lennének, meg mai napig ellinkeskednék, meg fennhordanám az óromat, hogy mert neked könnyű, meg stb. Címszóval, de mégse teszem ezt. Mert megembereltem magam, és olyan férfiak, tehát olyan alfa férfiak, és olyan alfa nőktől tanultam, akik által az előnyömre az utóbbi mondjuk 5-6-7 évben az előnyemre vált, hogy egyrészt az az 50%, hogy én nem féltem kérdezni, kettő, hogy megfogadtam a jó tanácsot, meg hogy el tudtam dönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen, itt erre gondolok. Elnézést, csak nagyon hideg van ez a mínusz 11 fok, aztán most nem tudom máshol ezt a videót megcsinálni, csak most a kocsiba, mert máshol most a lakásban nem tudok beszélni. Úgyhogy ez van, ehhez kell alkalmazkodni. És akkor ebben szemben most pedig összehasonlítanám a mai 2000 után született fiúk, lányoknak a problémáját, és ugye nyilván itt a fiúkra gondolok, hát történt egy eset, és az utóbbi időben sok eset történt. Az első, amit szeretnék elmesélni,
dolgoztam egy, nyilván vagyonőrködtem több cégnél, volt egy olyan hely, ahol volt egy kemping és fürdő, tehát angolul kommunikálni kellett, tehát azért sok külföldi olaszok, spanyolok, németek, akik ilyen úgymond lakóautóval ugye előszeretettel látogatták az ilyen helyeket, és mondjuk éjszakára, vagy pedig hajnalban megálltak pihenni, és fogták, és nyilván akkor adtam egy bejelentőlapot, és akkor kitöltötték, másnap pedig a recepciós hölgy néje ennél jelentkeztek díj, meg ugye mindennel kapcsolatban, az már ugye ő rájuk tartozik. Volt egy olyan éjszaka, amikor nem egyedül láttam el szolgálatot, hanem volt egy társam, egy katonatiszt, és ő addig el volt járőrbe, én meg ugye, mivel hogy nem lehetett elmenni, ezért ott voltál a portán, és láttam a feladatomnak megfelelően a tevékenységemet, elláttam, és egyszer csak látom, hogy kidobók kísérnek ki én nálam, tehát a portán keresztül, mert valahol beugrott egy fiatal ember, és hát nyilván annak oka van, hogyha a kidobó valakit kitilt, vagy eltávolít, tehát azért ezt nem kéne ragasztanom ebbe a videóba. És visszatérve, én bennem fel sem erült, hogy az apámat vagy az anyámat szégyenbe hozzam. Én egyszer nem ültem, én nagyon sok felé elmentem Magyarországon, és egyszer nem volt az, hogy az apám vagy az anyám mondjuk éjjel berángatták valamelyik rendőrkapitányságra, és akkor, hogy az apám vagy az anyám azt mondja nekem, hogy fiam, mi a szar van. Tehát ez fel sem merült az emberbe, hogy ideig eljussunk, kettő. Én úgy gondolom, hogy mindenki a saját jövőjét felelős, és most erre mondanék megint egy esetet. Tehát fiatal embert eltávolították, és a példa az az, a példa erre az, hogy én nekem annak idején ez fel sem merült bennem, hogy ilyet megmerjek csinálni. Aztán a másik ilyen dolog. Pár éve, hát ugye utána rá egy évre, ugye akkor már közalkalmazott voltam, és 2016 évvégén járunk, tehát télen, hideg van, decemberben. És az egyik őrségnél, ahol dolgoztam, ott volt egy rendes karbantartó, tehát egy gondnok, és annak kiderült, hogy a fia az van bent a gyermekklinikán, és csinált valami olyat, mivel hogy rendőrök őrizték, valami olyan dolgot csinált, lényegtelen, nincsen semmi közöm hozzá, ami ezt a dolgot igényelte. Tehát magyarán nem, tehát ellátásra szorult, de nem távozhatott, mert nyilván ilyenkor értesítik a szülőt, stb. És a lényeg az egészben az, hogy mennék nappalra, és akkor ugye ez nappal történt ez a dolog, és én teljesen le voltam azon akadva, hogy viszonylag fiatal felnőttek, tehát 17-18 évesek, csoportosan egy gyermekklinika, tehát egy gyermekklinika az közintézménynek számít, az abban nem árt tisztában lenni, és hogy én balhézzak hajnalba reggel 5 órakor a biztonsági őre, hogy, és hozzáteszem ebbe a stílusba, hogy hát az egyik illető kitalálta, hogy ő alfa akar lenni, és akkor ezt így jelezte, hogy hát, hogy mi, kik vagytok itt? Tehát, na most, aki dolgozott ebbe a szakmába, nem a két szép szemedér vagy ott. Ez az egyik. Kettő. Bennem annak idején fel sem erült volna egy ilyen, és el sem jutottam volna egy ilyen szituációig, hogy én kérdőre vonjak valakit, hogy a munkáját végzi. Kettő. Aztán utána az egyik, ugye az alfa ebbe a csapatból, fiatal embere, a mai tipikus legény, 47,5 kg, szigorúan sportcipővel együtt, kitalálta, hogy hát, hogyha egy 5000-es előkerül, akkor se. Most innentől kezdve, hogyha te egy kidobóval beszélsz így, nem egy biztonsági őre, az pofán fog baszni. És pont le fogja szarni, hogy milyen éghajlatra küldöd el, meg hogy stb. Stb. És a tanulsága ennek az esetnek, hogy te
mentegetőzöl, hogy mondjuk sok esetben ti fiatal emberek mentegetőztök, hogy hát, hogy be voltam baszva, be voltam drogozva, nem tudom. Én annak idején, hogyha csináltam volna valamit, ugyanúgy azt mondta volna az apám vagy az anyám, hogy ez nem mentség. Mert te követted el, hogy most te be vagy bogyózva, be vagy drogozva, be vagy baszva, tehát akkor is te követted el. Tehát ez amit tettél, arra szerintem nem mentség, azt akarom ebben mondani. Aztán menjünk tovább. Pár éve Budapesten vagyok egy szórakozó helyen, és akkor hajnalba úgy döntöttem, hogy távozok. És mondjuk magam miatt megennék egy hamburgert, hát ugye ott azért vannak jellemzően éjszaka nyitva hajnal 2-3-ig, török éttermek, különböző hamburgerezők, stb. És az egyik hamburgerezőbe én hát vásároltam magamnak egy hamburgert, kiszolgált egy 40 év körüli hölgy, és ugye fölvette a rendelésemet, elkezdte a hamburgeremet csinálni, és akkor a fiatal ember, miután ugye valami hatás következtében talán elkezdett józanodni a pia által, nem tudom, ezt így ilyen 130 forinttal, azt hiszem, többet adott, és akkor azt ott hagyta, csak a hölgy az mivel csinálta a hamburgeremet, nem rakta el a tálcáról, és akkor így megjegyezte ezt a 40 éves hölgynek, hogy a maradékot pedig hölgyem csöpögtesse a szájába. Tehát egyrészt, magyarán szóval beszóltál egy 40 éves nőnek, és nem azért kéne tisztelni, mert többet megért, mint te, hanem gondolom, te se örülnél, hogyha az anyukáddal mondjuk egy hasonló tekorú legény így beszélne. Ennyit erről. Aztán a másik eset, hogy ez tavaly történt, ülök a villavoson, jönnék haza. Szigorúan legények iPhone 12-vel a kezükbe tartva ezt a villamoson, és szigorúan ez a, tudjátok, van ez a fehér wireless-es AirPods-ok, ugye ezek a vezeték nélküli fülhallgatók, amiket ugye Bluetooth-on főleg azon ugye összekapcsolod a telefonnal, és akkor kényelmesen tudod hallgatni a zenédet, és akkor egy ilyen 5-6 fős tipikus mai legények voltak, kitalálták így nagy hangoztatva, hogy nagy sztorizásba kezdtek ott a villamoson, és kitalálták, hogy hát, hogy Daniella ilyen kurva, olyan kurva, mert hogy mindig letarálja őket cigivel. Na most én azt mondom nektek, kedves fiatalok, hogy én ez eléggé sok mindent megértem, és van véleményem dolgokról, és ezt arra értem, hogy alapvető dolgok hiányoznak belőletek. Tehát egyrészt tisztelet, kettő, az egész villamosnak meg volt a véleménye rólad, hogy mivel a villamos végében ez a sztorizás ez elhangzott, a villamoson sok ember ezt hallotta, tehát magadat égeted vele. Kettő, nem tudom, hogy... Tehát onnantól kezdve, hogy egy nőnek igazából amit ti nem látotok, hogy és visszatérve ugye itt a címre, hogy tehát azért magammal összehasonlítva, hogy egy ilyen telefon, mondjuk az a iPhone 11, 12, 13, na most ezt egy 5-6 ezer forintos tarifával nem tudod fölvenni. Tehát legalább egy ilyen telefont egy 10 ezer forintos tarifával tudsz fölvenni, plusz maga a telefon, ha 10, hanem 15 ezer, tehát akkor már egyből 20-25 ezerről számolunk, de mondjuk legyen átlagosan havi 20 ezer forint, ugye 24 hónapra számolok. Tehát mondjuk az én időmben összehasonlítva körülbelül 10-szeres az energiaigény, és az a baj, hogy ti ezt úgy kezelitek, mert azért nem sok szülő van, hogy ezt úgymond így zsebből kicsengesse ezt a 4-500 ezer forintos iPhone-t, mondjuk fölveszi egy családi csomagba, de akkor is egy 20-as minimum van a telefon. Tehát van a tarifa, meg van a törlesztő. És az a baj, hogy ti ezt úgy kezelitek, hogy ez egy alapszintű dolog lenne. Tehát úgy kezelitek, még egyszer mondom, hogy
ez egy alapvető dolog lenne, és minthogyha ez nektek ez járna. Tehát ezért nem kéne mondjuk tanulni, nem kéne mondjuk a szülőnek a tiszteletet megadni, stb. Stb. És aztán a másik ilyen eset, hogy pont most volt, ugye veszem föl gyakorlatilag a Hótmaros, mert ugye szerettem volna egy ilyen, mindenképpen ugye az ilyen dolgok emellett érdekelnek, tehát azért az, hogy most ilyen párkapcsolati videókról tartok előadást, a véleményem szerint itt a YouTube-on, azért vannak más dolgok is, amik engem érdekelnek. És nyilván, hogyha valami nem érdekel, akkor nem csinálok róla videót. Na most, két esetet vonnék össze, ezt a Hótmarosost, meg amikor én voltam szórakozó helyen, az utóbbi időben, és emberke kitalálta, megfizettem a belépőt, kérném ki az első cájderemet, és így kitalálta, hogy így a buli része lennék, így elkezdte így pöcögtetni a hátam, és akkor így hátrafordulok, és így mondom neki, hogy jó estét, vagy valami. Hát, hogy mi okból van, de egy ilyen, tehát ilyen nevetséges volt az egész szituáció, fogott egy ilyen fél literes kólás üvege, és akkor ezt így mikrofonba tartva, tehát hogy... És nyilván ekkor már odajött a porta főnök, egyébként hozzáteszem, jóba vagyok az illetővel, és így két fiatal embernek mondom, tehát este 11:30-ről beszélünk, tehát épp, hogy fél órája kinyitott a szórakozóhely. Ezt így közölte a porta főnök, hogy uraim, még egy ilyen húzás, és akkor mára ennyi. És nem érted meg. És nem érted meg, hogy tízszer elmond valamit a kidobó, és te kérdőre vonod. Ez csak egy példa, és visszatérve a Hótmarosos esetre, ott pedig egyébként ezt a videót ki fogom tenni itt a leírásba, és akit érdekel a videóba, ezt az elnézést, ezt meg tudja hallgatni. És visszatérve az egész esetre, tehát nem értem, hogy ezek a mai legények, hogy miért kész elnézést? Tehát elnézést. Na most én gyomorszájon basztalok, hogy elnézést kérjél? Tehát nem. Most nem értem ezt az elnézést. Tehát én most mondok egy példát, akár egy mondjuk egy vonatos szituációban, akár egy rendőrtől, akár egy hatósági személytől, akár egy ügyintézés során, akár mondjuk egy felnőtt ember, tehát én nem úgy megyek oda, és kezdeményezek egy beszélgetést, akármi lesz belőle, hogy elnézést, hanem megadom neki a tiszteletet. Jó reggelt, jó napot, jó estét, és ez nem kell feltétlenül az, hogy most kívánok, mert a mai világban az, hogy most jó reggelt kívánok, jó napot kívánok, jó estét kívánok, vagy szép hajnalt, tehát ez nem is elvárható, de legalább valami tiszteletet annak az idősebb embernek, aki mondjuk 10 évvel vagy 30 évvel idősebb tőled, adjál neki. Azt akarom ebben mondani. És teljesen le voltam döbbenve, hogy ennyire tartjátok magatokat, úgymond. Na és akkor erre van egy javaslatom, hogy ezeket összegezve, hogy PlayStation 5-ön, meg Xbox One-on, meg a csúcs szuper laptopon nőttök föl, meg iPhone-on, hogy tudjátok mi az, ami belőletek hiányzik. És mondom, az én időmben rengeteg hataloméhes hülye gyerek volt, meg rengeteg hülye gyerek volt, ami egy másik videót megérdemelne, hogyha majd esetleg fogok erről beszélni. De amit tudjátok, hiányzik belőletek, az pedig nem más, mint az egyéniség. Tehát nem vagytok egyéniségek, és én azt látom, hogy a szórakozó helyen is, meg az élőben is, tehát élőben is, ott bénáztok a nőktől, mert semmi érdekeset nem tudtok, és ezzel meg lehet sértődni. Semmi érdekeset nem tudtok a nőknek, tehát itt vadidegen nőkről beszélek, vadidegen lányokról beszélek, mutatni. Ezt látom. Az, hogy most valaki ezt nem mondja ki, az ő dolga. Úgyhogy ezt összegezve kicsit kéne, hogy legyen tartásatok, az nem csak egy férfi, tehát nem csak egy nőnél fontos, hogy legyen valakinek tartása, hanem igenis egy férfinél is fontos, hogy legyen tartásod. És hogyha már van tartásod,
meg tiszteled az idősebbeket, és magadat el tudod látni, akkor a lányokkal, meg a nőkkel az évek folyamán kialakulnak ismerkedések, kialakul az, hogy te tudsz normálisan udvarolni, és nem kétségeket, meg hogy bele vagytok fáradva az életbe. Ja, meg még elnézést, még azt is megjegyzem, hogy ez nem alfa férfiség, hogy te hatalmas fasságokat mondasz, meg kavarod a szart. Tehát az nem alfa férfiség. Én egyetlen egyszer, én senkit föl nem jelentettem rendőrségen, arról nem is beszélve, hogy volt megint egy olyan szituáció, ezt meg elmesélem itt a mai fiatalokra, hogy most milyen probléma van. Tavaly nyáron egy alkalommal lementem a szórakozó helyre, ahol voltak a kidobó ismerőseim, és egy darab kidobó ismerősöm, plusz a portafőnök, meg van egy török kidobó, akit ugye ismerek, és ugye lekezeltem velük, és így beléptetés, vagy hát amikor kijöttem, és pár szót az ismerősömmel beszéltem, aztán majd utána távoztam. Fiatal legények, hát ugye tavalyról beszélek, védettségigazolvány, plusz személyigazolvány, stb. Tehát ezek kellenek, hogy nálad legyenek egy szórakozó helyen, mert megtagadhatja a belépést, mivel ő felel, tehát a kidobó felel a biztonságért. És azért ugye sokan ezt lenézik, hogy ott van egy szarrá baszott kopasz ember, és akkor nem csinál semmit, tehát azért ez nem egészen így van, mert vannak kopaszok, meg nem kopaszok. És azért ez a szakma, mint a portásokról beszélek, a kidobókról, ez ugyanaz, mint a biztonságőr, hogy egyfajta agymunkát igényel. Igen, nyilván a biztonságőrök nincsenek ezen a szinten, a kidobók sokkal komolyabb emberek, de ez egy másik tészta. De akkor is agymunkát is igényel. És fiatal ember, 19 éves, és a nővérének a személyigazolványát akarta odaadni, nyilván így fogva, kemény mereden fogva, hogy eltakarva. Tehát magyarán hamis okmánnyal akartál belépni, tehát nem kezd túl ragozni. És akkor a kidobó, nyilván mivel látta, hogy nem éppen szemlemileg van a csávó toppon, és nem az ismerősöm, hanem egy másik ember, hát nyilván a kidobóknál is ki kell adni a szolgálatot. És én nem ismertem még egyáltalán ezt a kidobót, csak mivel láttam, én azt hiszem el, amit a két szememmel, meg a két fülemmel, tehát amit látok, és amit a két fülemmel hallok. És fiatal ember már ott fölbaszta a kidobónak az agyát, hogy nem a tehát nem a kérdésre válaszolt. Kettő. Hősködött, majd többen oda mentek a kidobóhoz, hogy ő be fog menni, mert hogy különben egy ilyen büdös bohóc, mi az, hogy ő neki megmondja, meg stb. Na most azért egy 19 éves kölök egy 38-40 éves palinak szerintem azért nem mondja már meg, hogy mit csináljon az élete, én ezt úgy gondolom. És nem azért, mert hogy én így nevelkedtem, vagy hogy kifejlesztettem a személyiségemet, hanem azért, mert a világba el tudom magamat helyezni. És el tudom magamat helyezni, hogy vannak nálam jobbak, vannak nálam egyszerűbbek, vannak nálam bonyolultabbak, de mégis próbálkozik az ember, és tesz valamit a jövőjéért. És ti az ilyen dolgokkal kibasszátok magatokat. És irigykedett rám az illető, hogy mehogy nekem nem kérte el a kidobó a védettségi igazolványomat. Én megkérdeztem a kidobó ismerősömet, mivel mondom, egy dolgozott, a másik kettőt azt pedig látásból ismerem, tehát itt a portafőnököt, meg a másik kidobót, ugye a törököt, hogy mutassak-e védettségit, és akkor mondta, hogy nem, ha esetleg bent kérik, akkor mutassam. Ennyi. Aztán kitalálták azt is, hogy hát, hogy telefonon bemutatnák a védettségit, és akkor a kidobó ismerősöm, meg mások is elmondták, hogy nem fogadják el. Ebből volt ügy, ő nem szeretne egy ilyen bírságot kifizetni, stb. Ezt tényleg kultúráltan elmondták a kidobók. És elmondták, hogy
csak is dokumentum, tehát igazolvány formájában tudja a kidobó elfogadni a védettségi igazolványt. És akkor utána neki állt a bohózáson kívül, hogy egy nagy csicska pofont érdemelne meg, stb. Na most innentől kezdve egy kidobónak, mivel annyira kilőtted magad, ezért biztos, hogy te nem fogsz oda bemenni aznap éjszaka. De lehet, hogy máskor sem. Ne így viselkedtél. Röviden, tömören ezt összegezve, kéne, hogy egy kicsit tiszteljétek az idősebbeket, kéne, hogy egy kicsit fejlesztétek magatokat, és kéne, hogy a való világba éljetek, ne pedig egy ilyen faszon tudja milyen világba, amit így, hát nem is tudom, hogy most ez álmodozás, vagy ábrándozás, a fasz tudja, hogy ezt minek nevezik, de így összességében ennyi. Úgyhogy ennyit szerettem volna, mondom, ezt tudom javasolni, hogy ez az, ami hiányzik belőletek, én amit látok, hogy nem vagytok egyéniségek. És ezért nem tudnak a nők komolyan venni titeket, meg azért, mert nem egyedül értek el valamit az életbe. Ennyi. Ennyit szerettem volna a mai videóba. Sziasztok!